Szeretettel köszöntöm Önöket a Képes Beszélgetés új epizódjában, melynek apropója Martin Parr Strand az egész világ című kiállítása. Martin Parr brit fényképész, a társadalom ábrázolást megújító fotográfia egyik kiemelkedő alkotója. Nemzetközi hírnevet szerzett egyéni hangú alkotásmódjával, melyben sokszor irónia, szarkazmus, időnként groteszk ábrázolásmód jellemző. Martin Parr a 20. század második felében tulajdonképpen a dokumentumfotó műfaji kereteit úgy újította meg, hogy az egyéni hang minél plasztikusabban érvényesüljön, és ez a karakter az egész munkásságára jellemző. A témaválasztása leginkább a hétköznapi ember a mindennapok világa, a hétköznapi ember viselkedése, ízlése, szórakozás terei és ennek a változása az elmúlt 50 évben, amely nagyon markáns, tulajdonképpen a tömegkultúra megjelenése a különböző helyeken, ezt mutatják be a képek. A kiállításunk a Budapest Fotó Fesztivál és a Műcsarnok közös kiállítása, amely egyben a fesztivál nyitó kiállítása is volt. Ezért az első vendégem a Budapest Fotó Fesztivál stábjának egy tagja, Kocsány Kornél, fotográfus, akivel a képekről beszélgetünk. Ahogy említettem, Kornél fotográfus, és 6 éve a fesztivál stábjának tagja, programszervezője, közösen a stábtagokkal kiválasztják a programokat és lebonyolítják. Emellett rengeteget utazik, nemrég ért haza Nepálból, és a Wonders of Photography nemzetközi Facebook oldal és Instagram oldal alapítója és kurátora. Kornél, szeretném megkérdezni, hogy mit jelent neked Martin Parr munkássága? Van egy sorozat, amit én nagyon szeretek, ez a Black Mirror, fekete tükör, amiben a készítők gyakorlatilag egy ilyen fekete tükörben mutatják meg azt, hogy hova is fejlődhet a társadalmunk a jövőben, ezek borzasztó dolgok. Most Martin Parr szerintem hasonló dolgot csinál, csak ő egy szürke tükröt tart elénk, amiben magunkat látjuk, egyáltalán nem olyan idilli környezetben, mint ahogy fotókon sokszor megszokhattuk, viszont nem is olyan borzasztó a helyzet, viszont amit látunk, az egyfajta olyan aspektusát mutatja meg az emberi létnek, ami teljesen jelen van, és szembe kell néznünk vele. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból Martin Parr egy nagyon fontos szerepet tölt be a fotótörténetben. Martin Parr munkássága számomra olyan, mint egy igazán jó poén. Tehát amikor elsőre hallod, még nem is esik le, aztán szépen lassan rájössz, hogy itt valami zseniálisról van szó. Ugye vannak olyan fotósok, akiknek a munkái elképesztőek ugyan, de elég könnyen értelmezhetők. Steve McCurry például ilyen, tehát amikor látok narancsárga ruhában a korlátról lelógó Shaolin papokat egy kék fal előtt, azt könnyen tudom értelmezni, ahogy könnyen tudom értelmezni azt is, amikor egy piros sálban egy zöld szemű afgán lány egy smaragdzöld színű fal előtt áldogál. Viszont amikor először láttam Martin Parr képeket, akkor nem tudtam, hogy ez mitől olyan zseniális. Azonban ahogy az ember szépen lassan megismeri Parr munkásságát, rádöbben, hogy minden egy ilyen hatalmas kirakós játéknak egy apró darabja, és egy óriásról van szó. Igen, én is pont így érzem, hogy ezek a képei is, amik ilyen makró felvételek különböző dolgokról, ezek is nagyon releváns kérdésfeltevései, amik a kortárs kultúráról szólnak. Olyan számomra, mintha egy ilyen vezetett túrán vennénk részt, megmutatja, hogy mi vesz körül minket, mi az, amiben így belebonyolodunk, mit szeretünk, akár egy ilyen furcsa süti, aminek mindenféle színe van, vagy adott esetben egy flitterekkel kirakott baseball sapka. Ez is része a kultúránknak, és tulajdonképpen megmutatja nekünk, hogy miben élünk. Abszolút, én erre utaltam, amikor arra gondoltam, hogy egy ilyen szürke tükröt tart elénk. Martin Parr elsősorban a színes fotósorozatairól ismerjük, de valójában a 80-as évek közepe előtt ő fekete-fehérrel dolgozott, ahogy a legtöbb fotós abban az időben, de már ezekben a képeken is nagyon jól nyomon követhető ez a társadalmi érdeklődés. Mit gondolsz a fekete-fehér képeiről? Igen, tehát azt Martin Parrról nagyon kevesen tudják, vagy szóval kevesebben tudják, hogy neki itt a groteszk, abszurd stílus előtt már volt egy egészen elképesztő anyaga is, amit a kicsit a klasszikus fotográfia eszköztárával valósított meg, és fotográfusként már abszolút bizonyított ebben a szakmában, és aztán később, amikor megtalálta a saját hangját, és rátalált a színekre is, illetve erre a tényleg nagyon abszurd
megközelítésmódra, akkor érte el azt az igazi nagyságot, ami csak nagyon keveseknek sikerült, tehát saját magát úgy adja bele a fotográfiába, hogy mint egy Queen számnál, amikor már az első két akkornál tudod, hogy ez egy Queen dal, ugyanúgy Martin Parrnál is már ránézel egy fotóra, és tudod, hogy ez bizony Martin Parr készítette, vagy ha nem ő, akkor valaki, aki nagyon szeretné leutánozni Martin Parrt. Ez a kiállítás Martin Parr tengerparti képeiből válogat, a saját válogatása 30 év anyagából, a 80-as évek közepétől a 2000-es évek közepéig. A tengerpart egy olyan nyilvános tér, ahol a helyi sajátosságok és az általános emberi viselkedés abszurd megnyilvánulásai nagyon jól összemosódnak, és tulajdonképpen egy laboratóriumról van szó, ahol ő közelről tudja vizsgálni a társadalmi jelenségeket. A strand az egész világ 56 felvétele közül van-e egy, amit kiemelnél? Van, pont itt van, meg is mutatnám. Szóval az, amiről beszéltem korábban, hogy Martin Parrnak ez az abszurd és groteszk stílusa, szerintem ebben az anyagban talán az egyik legjobban ezen a képen jön elő. Tehát ez a kép New Brightonban készült, a tengerparton. Látjuk, hogy ott van a háttérben a kék tenger, meg valószínűleg az idő is jó. De hát itt van egy ilyen rozsdás, nyers, markoló gép, előtte pedig ezek a törékeny, mesztelen test a betonon, már én kényelmetlenül érzem magam, és itt van a hölgy mellett a rózsaszín fürdőruhába öltöztetett kislánya, aki a megszokott homokozós játékokkal próbálja lefoglalni magát, de hát itt csak beton van, homokozó nincsen. Szerintem ez nagyszerűen bemutatja azt, hogy Martin Parrnak ez az anyaga valójában miről is szól. Martin Parr munkásságában az is példaértékű, hogy tulajdonképpen nincsenek műfaji korlátai. Mindazt, amit megrendelésre készít, akár egy kiállításon is bemutatja, vagy fordítva egy saját témafeldolgozását, amit önmaga kezd el és kutat ki, azt akár egy reklámba is alkalmazza, vagy egy magazinfotóként is. Itt mögöttem látható például egy magazinkép, egy divatfotózás, amely most egy kiállítási szituációban van. Engem egy picit az Örkény egypercesekre emlékeztet, amikor nagyon közelről megmutatunk valamit, ami abban a perspektívában már valójában tényleg bizarr. A kiállításon látható, hogy Martin Parr egy csomó olyan kompozíciós szabálynak ellentmond a képeiben, amit fotós iskolákban tanítanak. Erre ez egy tökéletes példa, hogy itt van a háttér, ami totálisan éles, de a témánk egy napszemüveges hölgy, aki a kép nagy részét elfoglalja, ő teljesen életlen, és mégis tök jól illeszkedik az anyagba. Igen, és ebben az is különös, hogy lehet, hogy azt gondoljuk, hogy a homályos előtérben lévő hölgy a fotó témája, de valójában a háttér, amely egy nagyon nosztalgikus tengerparti üdülőhelyet ábrázol, lehet, hogy inkább ez az, ami Martin Parrt érdekelte ebben a látványban, és ezért fókuszált a háttérre. És nem titok, maga is mondja, hogy ő kifejezetten törekszik arra, hogy úgy fényképezzen, mint minden ember, mint nem feltétlenül egy fotográfus, hanem a hétköznapi ember, hiszen a témája a hétköznapok és a hétköznapi ember. Így ez neki nem probléma, hogy egy olyan képet készít el, amire azt gondolnánk, hogy na hát ilyet én is tudok. És ezt a képet, ha megnézzük, akkor eszembe jutott, hogy talán arra is érdemes lenne kitérni, hogy Martin Parrt nagyon foglalkoztatja az a folyamat, ahogy a kép a hétköznapok részévé válik. Ő maga nem csak fotográfus, hanem gyűjtő, kurátor és szerkesztő is. Rendelkezik egy hatalmas gyűjteménnyel, amiben mindenféle relikviák vannak, különösen olyanok, amelyben a kép és a tárgy funkciója összeolvad. Ilyenek például a tányérgyűjtemények, vagy mondjuk ilyen tálcák, amin látképek vannak, vagy türülközők, amin valamilyen turisztikai célpont látható. Itt ezen az Indiát ábrázoló tengerparti képen kivágott papírmasé figurákat látunk, és valós embereket. Az első ránézésre nehéz is elkülöníteni, hogy ki az élő figura, és ki a papírmasé. De ez is az az érdeklődés, hogy ha valamit megmutatunk, a prezentációnak az aktusán, a bemutatás aktusától a hétköznapi abszurddá válik. És mielőtt elbúcsúznánk, szeretném felhívni a figyelmet Kocsány Kornél exkluzív tárlatvezetésére május 8-án. Mondanál-e valamit, amivel felcsigázzuk a nézőinket, hogy ne hagyják ki ezt az alkalmat május 8-án? Hát szeretettel várok majd mindenkit május 8-án, és ígérem, hogy aki eljön, annak egy kicsit közelebb hozom Martin Parrt.
illetve mind a laikusoknak, mind azoknak, akik már jól ismerik a munkásságát, ígérem, hogy fogok valami újat mondani. Várunk mindenkit Martin Pár Strand az egész világ című kiállításán.